Szeretettel köszöntöm a kedves tévi nézőket. Mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 23. fejezetben az 1-től a 12. versig. Ez így hangzik. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket. Mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. A farizeus szó abban a korban azt a vallási csoportot jelentette, amely felelős volt a tanításért, illetve a törvényeknek a betartatásáért. Megtartották apronikusan a mózesi törvényeket, főleg külsőleg, és kibúvókat is ismerték. Az emberek csodájukra jártak, és ők erre is játszottak rá, hogy az emberek minél jobban elismerjék őket. Így viszont bennük föl sem merült, hogy a szó és a tett között nincs összhang. Kettős mércével mértek. Egy mérce a népnek, egy mérce pedig maguknak. Pontosan ismerték a törvényt, maguknak találtak kiskapukat, de a népnek már ezzel nem segítettek. Mózes székében ülnek, hallottuk. Mózes széke Mózes hatalmát jelképezi. A farizeusok Mózes utódainak nevezték magukat. Tegyetek meg mindent, mondja Jézus. A tanítások ugyanis igaz, de a gyakorlatuk nem. A törvényt követni kell, de a tanítók tettét és életmódját, vagy életstílusát nem. Ne hívassátok magatokat rabbinak, hallottuk. A rabbi szó hatalmasság vagy hatalmasságomat jelenti, a bölcs tanító megszólítására szolgált abban a korban. Itt is tulajdonképpen nem magával a szóval van gond, hanem a címnek a viselőjével, aki nem tölti be a mögöttes tartalmat. Ugyanígy az abba, az atya címet is viselte egy bölcs. Jézus az abba szót használja mennyei atyára. A szó beltartalma az, ami szintén gonddal bír, hogy milyen mélységben használják. Keresztényeknek abszolút értelemben tanító egyedül Krisztus. Más tanítóknak csak átmeneti szerepük van. Tehát ennek a szakasznak a tanítása, az igazi érték maga a tanítás és annak a megtartása. A beszédünk, az életvitelünk, a cselekedeteink legyenek összhangban a tanítással. S távolálljon tőlünk a képmutatás. Az igazi érték a szerény és alázatos szolgálat. Köszönöm a figyelmet!